Annyi felfedezni való hely van, ez volt az idei utazás kiállítás mottója. S valóban az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjén 5 kontinens számos országával és a hazai kínálattal is találkozhatott az érdeklődő látogató. Jakab Zsolttal beszélgetünk itt Hegykői standnál a 2014-es utazás kiállításon Budapesten. Tisztelt jegyző úr, mondjon egy pár szót arról, hogy mivel várják az idei utazás kiállításon a hegykőiek a látogatókat? Jó pár éve vagyunk itt ezen a kiállításon, és alapvetően az a célunk, hogy Hegykőt a belföldi turisták is még jobban megismerjék. Hegykő a soproni borvidéknek, bár nem kifejezetten része, mégis soproni borok találhatóak meg a hegykői panziókba és éttermekbe. Erről egy pár szót. Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a soproni borvidékkel együttműködjünk, hiszen nekünk is egy turisztikai attrakciónk, egy turisztikai kínálat. Mi ennek érdekében most már lassan egy évtizede elkezdtünk egy hagyományt, Szent Orbán napja alkalmából szervezünk egy nyilvános borversenyt. Ezt egyébként bárki látogathatja, tehát ez is egy turisztikai program. Ezen a borversenyen szakmai zsűri pontozza a benevezett borokat. Nyilván csak a soproni borászok vehetnek részt ezen a versenyen, és ezt követően társadalmi zsűri, akik hegykői emberekből állnak, hegykői civil szervezetek képviselői, éttermek képviselői, szálláshelyek képviselői, ők pedig elbírálják, hogy szerintük a legmagasabb pontszámot elért borok közül melyik legyen egy évig hegyköközség fehérbora és hegyköközség vörösbora. Minden évben megszervezzük a Borok utcája rendezvényünket a Termálfürdő parkolójában, ami egy 3 napos borfesztivál, és itt biztosítunk részükre megjelenési lehetőséget. Természetesen igyekszünk a színpadon színvonalas programokat szervezni mellé. Nagyon jó gasztronómiát kínálunk a helyi éttermek jóvoltából, és hát erre várjuk a vendégeket. Mint tudjuk, Hegykői Sopron környéke, illetve a Fertőtó partja a határ mellett helyezkedik el. Ebből is válhat egy turisztikai érték? Természetesen. Ugyan most már talán túl vagyunk azon az időszakon, hogy Ausztria egy ilyen nagyon távoli dolognak tűnhet egy magyar polgár számára. De mi bizony felvállaljuk azt, hogy ha hegykőre jön valaki, akkor onnan, amikor csillagtúrát szervez, akkor nem csak a belföldi látványosságokat tudja megnézni, hanem igenis át lehet menni Burgenlandba. Nagyon sok aktív és kulturális lehetőséget kínál Ausztria, ott a közelben néhány 10 kilométerre tőlünk. A Fertőtó partján megújult teljes egészében a kerékpár út. Ebbe hogy kapcsolódik bele Hegykő? Igen, nagyon-nagyon fontos kérdés, mert bár az országban az első között épült nálunk a kerékpárút a Fertő körül, hogy utolérjük az osztrák oldalt, ahol nyilván nagyon színvonalas kerékpárutakon lehet körbekerekezni a tót. Jelentős szakaszok megújultak, ami nem csak azt jelenti, hogy új burkolatot kaptak ezek a kerékpárutak, hanem ki is lettek szélesítve, tehát komfortosabbá váltak, biztonságosabbak. Köszönjük szépen, és szeretettel ajánljuk Hegykőt mindenkinek. Így van, ajánljuk Hegykőt mindenkinek, és hogyha a nyugati részre szeretnének jönni az ország keleti részéből az emberek, akkor mindenképpen egy jó szívvel ajánlható nyaralási cél lehet Hegykő, a termálfürdével, a gyógyvizével, a számos aktív kikapcsolódási lehetőséggel, kerékpártúra, kenutúra a Fertő nádasaiban, egyéb ökoturisztikai lehetősége, és nagyon-nagyon sok kulturális programmal és a környező települések olyan történelmi emlékhelyeivel, amit úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes felkeresni. Ha valami felkeltette érdeklődésüket, bátran forduljanak a Kun Mediator utazási iroda munkatársaihoz.